rendezzel egy jó fesztivált, jó nap vonza a főzők táborát. Emlékek, lecsológia felső fokon. Puritán élet annyi szent, nem kell hozzá más, mint négy alapvetés, mármint némi zsiradék, hagyma, paprika és paradicsom. Ötödikén persze megbolondíthatjuk ízlés szerint fokhagymával, petrezselyem gyökérrel, padlizsánnal, cukkinivel, rizssel, árpával, krumplival, stb. Aztán tehetünk hozzá ezt-azt, csak az érdekesség kedvéért, csülköt, marha szeletet, csirkét, pulykát, az eredmény azonban a végleges. Tehát az, ami nincs, ugyanis a lecsó egy őszinte étel szerte a világon, meg annyi ember esküszik meg a sajátjára, ízére. Hosszú volt az éjszaka, rengeteg előkészülettel járt ez a rendezvény, hiszen olyan nagyon sokan leszünk ma itt, azt hiszem, hogy ez már önmagában is igényelte az egész éjszakán át tartó előkészületet. 500 fölött volt a jelentkezők száma, a végére 500 körül maradtunk, de hát úgy érzem, hogy ez tényleg minden képzeletet felülmúl. Nem vitathatjuk, hogy csapattársnyi okos ember több ezer tagja végzett valamilyen gasztromán képzőt, így aztán az a fontos, hogy mit gondol Tóth József. Mélyen egyetérzek a elmondottakkal és a mondatok mögötti gondolattal. Nekem kiváló jó barátom is volt, nem csak a lecsóban, emberként is, és gyakorlatilag mi együtt kezdtük a lecsózást 7 évvel ezelőtt, tudnilik 7. esztendeje zsűrizek én is, és borzasztó nagy hiányt érzek, hogy ő nincs jelen, és úgy döntöttünk, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az ő szellemét, az ő emberi barátságát, kisugárzását megfelelően vissza tudjuk adni ennek a csodálatos fesztiválnak, amelyet így nagyjá tudtunk a város lakosságával együtt emelni. A helyén kezelt élethelyzetekben nem lehet kétséges. A lecsó nagyon fontos dolog. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk rendezni. A Józsi nagyon hiányzik, már napok óta csak róla beszélünk. Megvalósítottuk azt, hogy ő szerette volna, hogy a Várkörúton legyen teljes hosszában ez a Lecsó Fesztivál, és ez, én úgy érzem, hogy sikerült, végigmentünk, az emberek nagyon boldogok, jól érzik magukat, ez volt az ő vágya. Mi megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy az emlékét meg tudjuk őrizni. Polgár János, a zsűri elnök azt mondja, hogy lecsósznabok nem léteznek, információi szerint utánkutatnak még. Már hallom, hogyan, mivel bolondítják meg az ételeket, gyaníthatóan. Azért, mondja ő, nem kerül elő a mákos, a diós, a túrós, a csokis, a pizzás és a burgeres lecsó sem. Jó lecsónak a titka a jó alapanyag, a jó házi lecsópaprika, paradicsom, jó hagyma, jó minőségű magyar paprika, paradicsom, és hát hagyma, és hát alája a jó minőségű sertészsír, én úgy gondolom. És hát az, hogy az ember a szívét, lelkét beletegye, amikor készíti. Van kedvenc lecsója? Kedves lecsója? Vagy ugye azt mondják, hogy ez tipikus férfi étel, de azért a nők készítik otthon a háztartásban. Ilyenkor nagyon sokunknak gyerekkori emlékek jönnek elő, nekem is. Nagyszüleim szokták készíteni, illetve nagymamám készítette galuskával a lecsót, a friss lecsót galuskával. Nekem az volt a kedvencem, nekem ez hoz elő jó emlékeket. Nyers Krisztina úgy véli, a lecsónak van stílusa, illetve az embernek és a csapatnak egyaránt. Édesapám egyébként nagyon-nagyon jó lecsófőző, és sok családtól hallom vissza, hogy a lecsóban valahogy a férfiak erősebbek, de most mi ezt beszeretnénk bizonyítani, mert hogy ide néznek az asztalunkhoz, azért a lányok tüst, akik sürögnek, forognak, úgyhogy be fogjuk bizonyítani, a lányok is nagyon jó lecsófőzésben, és a hagyományokhoz szíven fogunk egy nagyon erőteljes, ízekben gazdag lecsót elkészíteni, és reméljük, hogy a médiacentrum, tehát a médiacentrumot kellőképpen fogjuk képviselni.
A tűzoltók azt mondják, hogy a lecsó mindig más, egy azonban közös. Az emberek ezen az egyetlen napon szeretik egymást, és persze nem lehet kétséges, hogy a paprika sem vonja kérdőre a paradicsomot, a hagyma is csak saját fontosságát említ. Abszolút lecsó evő vagyok, imádom a lecsót, bár a baráti társaságban néha kinevetnek, mert a padlizsános lecsótól kezdve a babosig képes vagyok a kreatív ötletekre. Szeretek főzni, tehát én nem remélem, hogy ezt lehet büszkén vállalni, az a típusú nő vagyok, akinek bár politikában sokan hiszik, hogyha valaki politikában dolgozik nőként, akkor ő biztos valami elmacsósodott egyed lehet, de nekem nagyon-nagyon fontos, nagyon szeretem a baráti társaságokat, szeretem őket vendégül látni, szeretem, ha jól érzik magukat nálam, és többek között lecsót főzni is nagyon szeretek, igen. Svéb és Gmünd. Két évtizede Székesfehérvár testvérvárosa. Itt egy kis ünnepségen veszünk részt, és nem is kicsi ez nagyon, hiszen a tűzoltóság, tehát az emberek érdekeit és a érdemeit védő csapatok nagyon is összetartanak. Ezt jellemzi ez az adomány is. Igen, hát tegnap együtt töltöttük az estét, többek között a svéb-izsmündi delegáció tagjaival is, és el is fújtuk a gyertyát egy hatalmas tortán, amely a 20 éves születésnapot szimbolizálta. De ezen túl sokkal fontosabb, hogy mint ahogy most itt ennek példáját mutatja a Német Tűzoltó Egyesület, akik itt hamarosan egy tűzoltóautót adnak át a Székesfehérvári Egyesület tagjainak, illetve Székesfehérvárnak használatra, hogy ezen túlmenően a svéb-izsmündi kapcsolat is egy olyan kapcsolat, amely élő. Élő kultúrában, hiszen tegnap megnyitottuk a Pelikán galériában, megnyitott a polgármester úr két svéb-izsmündi német művész kiállítását, élő az iskoláink között, hiszen számos példa van erre, élő a tűzoltóság között, és élő a Lecsó Fesztiválon is, hiszen most itt a székesfehérvári tűzoltók és a német tűzoltók együtt főznek kondérban. Icam, ami szerint az alap ugyanaz, a lecsó filozófiája változatlan, az összetevők adottak, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy kicsin ketrecekben, napfénynel érlelt paradicsom és paprika, a mezőföld aranykoronás földjeiből megbúvó vöröshagyma, és persze némi zsíradék alkotja. Ez tulajdonképpen ugyanaz a lecsó lesz, amivel tavaly nyertünk. Csak nem retro lecsónak hívtuk, hanem most még ezt is elfogytuk úgy, hogy hagyományos lecsó. Nem modernizáltuk, hanem a neve tényleg az alapján. Ugyanaz fogjuk megfőzni. Drazen Grigulovics, Zadar alpolgármestere azt mondja. Sipos József legenda. Azon kevesek közé tartozom, akik valamennyi Lecsó Fesztivál valamennyi pillanatával képesek elszámolni. Keserédes ez a nap. Szomorú azért, mert nem nekem kellene itt állnom, és ebben a mikrofonban beszélnem, hanem édesapámnak. De hát sajnos ez így alakult. Örömteli viszont azért, mert újra összejött ennyi ember itt a Várkörúton, ahogy ezt édesapám annó megálmodta, és a segítőivel véghez is vitte. És újra összejött ennyi ember, hogy újra immár hetedik alkalommal a Lecsó Fesztiválon megfőzze a maga lecsóját, de ami talán annál is fontosabb az, hogy itt van, együtt van, ha körülnézünk jó kedvben, a barátokkal együtt, ahogy mi is kijöttünk, barátokkal együtt főzünk egyet, 2-t, 3-at, 4-et, 25-öt, és közben néha kocintva gondolunk édesapámra, és megpróbálunk helyt állni. Paprikások! Lecsó királynak hívják a háta mögött, Suveri, veri, nem, Suveri, Sipos József valamit kivetett, Suveri, veri, nem, Suveri, rádett székes fejében, rendezzel lecsó fesztivál, jó nap vonza a főzők táborát. Suveri, veri, nem, Suveri, fesztiválon este láttuk őt, király, 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 van egy csó király.
Bátor úta, léldem habbetér, a sépek zsúrban állam recepjér. Ő csak lazán besétál, a lecsóba egy kis sor dobál, megvillan kezében a bakarál. Major László a 2007-es győztes úgy fogalmazott, hogy a kulináris látványkavalkát kézműves szegénye a lecsó. A legjobb szó ez a barátság, amit erre a fesztiválra használni tudunk. Mert nézd, ha körülnézünk, mindenki a barátéval itt van. Hömpölyög a tömeg. Eltelt azt hiszem 9 év, hogy a Józsi kitalálta ezt a lecsó fesztivált. Nem vagyok benne biztos, hogy 9 év telt el, de azt hiszem annyi telt el, majd javítsatok ki, hogyha nem annyi. És nagyon hiányzik az a vajszínű mellénye, ami szinte már a Lecsó Fesztiválnak egy ilyen emblémája volt, amiben Józsi meg egy fehér ing és egy vajszínű mellénybe szokott megjelenni, és a nyugalmával és a szeretetével, mert azért Józsit az, hozzá kell tennünk, hogy körülvette a szeretet. Ahogy én nem tudok más mondani a szeretet, amit a Józsiban nagyon is tisztelni kellett, hogy mindenkivel jól, szépen és barátsággal beszélt. És a Lecsó Fesztiválra azt hiszem talán megmaradt ez, amit ő elindított, mert nézd körül mindenki barátsággal, mindenki örül mindenkinek, és félretéve minden viszályt, minden elfeledve, mindenki örül mindenkinek. A lecsóban természetesen nincs politika, nincs üzenet. Minősége tőlünk függ. Az úgymond komoly ételek tanulhatóak, no persze nem a különböző látványkonyhákból, hanem a mára elfelejtett organikus papírtól, kész Szentháromságból. Tudnélik, nagyanyáink belecsempésztek némi furfangot is, az egyébként köznapi ételekbe. Aki még nem felejtett el olvasni, tudják, miről beszélek. Ha valakit körbenéz, akár a Várkörúton, akár a Rákóczi úton, az pontosan látja, hogy mennyire, nem azt mondhatnánk, hogy gyönyörű hagyományán megszokottá vált, hogy így ősszel van egy Lecsó Fesztivál a városban. Nagyon sokan jönnek, egyre többen, hisz az első alkalom akkor még néhány csapat, most meg már közel 5000 csapat van a Rákóczi úton, illetve a Várkörúton. Jöttek volna még többen is, hogyha a hely nem adott volna bizonyos határokat, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ezt kinek köszönhetjük. Hiszen minden rendezvénynek, minden hagyománynak van egy elindítója, van egy kitalálója, aki sajnos már nem lehet közöttünk, Sipos József, a város díszpolgárára gondolok, aki azonban, hogyha onnan föntről néz ma bennünket, akkor biztos vagyok benne, hogy örül, mosolyog, és jó leső érzéssel néz le ide Székesfehérvárra, a Várkörút, Rákóczi út kereszteződésére, és ez a jó leső érzés pedig az, hogy amit alkotott, az itt marad hagyományként, most már történelemként, és ennek a városnak a közösségi életének az egyik legfontosabb eseményévé vált. Polgármester úr, ön volt az első, aki kimondta, és szó szerint is talán tudnám idézni, hogy úgy kell lesz majd megszerveznünk a későbbiekben, hogy ami Bajának a Halászlé Fesztivál, az ugyanaz legyen Székesfehérvárnak a Lecsó Vigasságok. Lehet, hogy vigasság nélkül ebben a pillanatban nyilvánvalóan, de azért, hogy olyan főzőverseny, amelyre méltán lehetünk büszkék majd a későbbiekben is. Valóban lehetünk erre már büszkék, és azt hiszem, hogy el is értem, most már ez a rendezvény azt a városban eltöltött szerepet, azt a színvonalat, azt a minőséget, amivel a következő években azt a marketinget, reklámot is hozzá lehet tenni, amit hosszú-hosszú évek alatt például a Baja hozzátett a saját versenyéhez. De azt is tudjuk már, hogy sokan érkeztek, csapatok is, érdeklődők is Fehérvárra emiatt a verseny miatt, de elsősorban azt gondolom, hogy emiatt a program miatt, mint ahogy most is találkoztunk olyanokkal itt a kis rövid utunk alatt, akik nem fehérváriak, de jól érzik magukat itt Fehérváron, és jelezték, hogy jönnek jövőre is. Azaz a városi rendezvény, az így válik megyeivé, regionálissá, és így válik aztán egy országosan elismert fesztivállá. Polgár János olimpiai bajnok szakács azt mondja, sztár lecsófőzőt még nem láttam. Nekünk legyen mondva, itt mindenki a bográcshoz tartozik.
Fehérváriak vendégei, akik megtiszteltek minket, hogy látogattak hozzánk ide a Lecsófőző Fesztiválra, és szerintem az összes résztvevő, mindenki nyerhet itt, és nyert is, én úgy érzem. Én úgy gondolom, hogy ez a Lecsófőző, ez a Lecsófőző Fesztiválok közül is kiemelkedő volt. Nem csak létszámba, de minőségbe is maximálisat nyújtottak a kollégák, akik főztek. Meglepő volt, hogy szinte hihetetlen, de 80-90% a lecsóknak nagyon finom volt, és nagyon szépen előkészített, és nagyon szépen tálalva volt. Önmagáért beszél, amit itt lehet látni színpadról, vagy sétálva a városban. Rengetegen vannak, nagyon sok csapat, baráti közösség jött el ma is. És én azt gondolom, hogy amikor annak idején az az ember megálmodta ezt a fesztivált, akiről most néhány gondolatot szeretnék mondani, akkor pont ezt álmodta meg. És pont ezért találta ki, és abban reménykedett, hogy egyszer eljön ez a nap, amikor az álma abban a tekintetben is megvalósul, hogy a Várkörút teljes egészében csapatok által elfoglalt, és be is fordult most már a Rákóczi útra ez a rendezvény. Sipos Józsefről beszélek. Én azt kérem, hogy egy nagy tapssal emlékezzünk városunk díszpolgárára. Visszatérve a lecsóra, ha elkészül, rád mosolyog, cserép vagy fatányéron, egyszerű vagy egyszeri tálalásban, a miénk, és ráadásul tanulható. A Rigosztor áruház ajándék csomagján és a lecsó ajándék csomagon kívül az Aranyalma cukrászda nagy lecsó tortáját is megkapják. Hogy milyen lehet egy lecsó torta? Nehéz. Igen, közben mondják nekem a hölgyek, akik tartják itt már pár perc, hogy a lecsó torta elsősorban nehéz. Gratulálunk, és hát azért a kérdés mindenképpen jár az első helyezett csapathoz, és a Lecsó királyhoz, aki ezúttal Lecsó királynő. Kik tisztelhetünk a Lecsó királynőbe? Az alföldi tejcsapata? Gratulálunk! A mi Lecsónk teljesen hagyományos volt, a körítés nem volt hagyományos. És minden bió zöldségből volt, így van. Minden bió. Közel 30 ezer ember volt ezen a napon, a Várkörúton és a Vigasságokon. És azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy persze ez füsttel jár, persze szalonna zsírszaggal jár, hát a főzés mivel járna, úgy egyébként. Nagyon sok boldog ember volt, jól érezték magukat. Voltak itt orvosok, főmérnökök, igazgatók, segédmunkások, magyarán. Itt voltunk valamennyien, akik ebben az országban élünk, és ebben a városban lakunk. Ez egy őszinte tiszta étel. Ez így van. Lenézik persze, de minden szakás tudja, hogy a lecsó alapanyagot használják nagyon sok ételben. De én nem vagyok gasztronómiai szakember. Egy egyszerű újságíró vagyok, fejével élő ember vagyok, és azt hiszem, mindig így csapatember voltam. Nekem ez az öröm az egészben. A lecsó egy ürügy. Egy ürügy arra, hogy összejöjjünk, főzünk, beszélgessünk, iszogassunk, nem kell letagadni, mert ez is benne van, nyilvánvalóan, de hát a lakodalomban is így van. Nekem az volt benne a gyönyörű, az elsődben is már, hogy sokféle ember félreteszi erre a napra a sérelmeit, a búját, baját, bánatát, és jön, beszélget, örül, hát itt voltak a budapestiek, hát azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez a fajta, ez a jellegű fesztivál, ami gyakorlatilag a barátságról szól. Tehát nem persze verseny, játékos versengés, ahogy vesszük, ugye. De a lényege nem ez. A lényege az, hogy itt barátsággal fogadott a fehérváriak egymást, az ide látogatókat, bárhonnan jöttek, barátsággal, szeretettel fogadták. Magyarán az egésznek a lényege ez. És én azt gondolom, hogy Fehérvár pont azért, azt nem mondom, hogy nőtt a többi fölé, mert akkor ez nagy képűség lenne, hanem azt mondom, hogy elfoglalta a helyét ebbe az egész fesztivál sorozatban, ami attól másabb a többitől, mert hogy itt a barátság az első számú szempont. Persze ez így van Baján is, meg így van máshogy is, csak itt ki is domborodik méghozzá elég szépen, amint láttuk a 26-án például. Van annak realitása, hiszen volt egy olyan vélemény, méghozzá meglehetősen markáns vélemény, hogy Székesfehérvár számára a Lecsó Fesztivál lehet az, mint Baján a Halászlé Fesztivál. Egyet értek vele, abszolút mértékben.
Na most az, hogy lecsó, tehát még egyszer ne ragadjunk le annál, hogy étel. Persze fontos. Hanem annál a jednél, mint az előbb is mondtam, tehát annál az a lényeg az egésznek, hogy Fehérvár megszerette ezt az együttlétet, mondjuk így. Megszerette azt, hogy a Várkörúton lehet, és ezt köszönöm a város vezetőjének, hogy ezt biztosították. És egyúttal köszönöm a lakóknak, a Várkörúton lakóknak, és a most már ugye a Rákóczi úton lakóknak is persze, hogy tolerálták valamilyen szinten ezt a napot, mert hát azért ez zajjal jár, füsttel jár, valójában így van. Csak ők, egy panaszt nem hallottam, hála jó Istennek, e tekintetben biztos, hogy voltak dühös hangok is. Tehát visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy a közösségi létnek egy olyan napja, ami Fehérvárt, ha úgy tetszik, tényleg kiemelheti, vagy mellé emelheti, mondjuk Bajának, vagy bármelyik más városnak, mert a lecsó ürügy, a lecsó az egy cél, a főzés, de a legnagyobb cél az, hogy Fehérvár igenis lássa vendégül az ország különböző részeiből érkező vendégeket. Ha akarnak, főznek, ha akarnak, csak vendégnek jönnek. És volt egy, ugye sok írás között azért, hogy mind pozitív volt, egy-két kivételtől eltekintve, volt egy apró mondat az egyik újságban, hogy miért nem fedezik fel a rendezők, hogy ez egy nemzetközi étel végül is. Mert ugye lecsónak mondják, itt lecsónak, amocsati, tehát gyakorlatilag az alapanyagok azok. Tehát én azt gondolom, hogy el kell azon gondolkozni, egy, hogy maradjunk-e a városon belül, netán egy méltóbb, más helyszínt találjunk, nem méltóbbat, hanem nyugalmasabb helyszínt találjunk ennek az egésznek, illetve, hogy bővítsük ki ezt egy nemzetközi meghívássorozattal, hogy mondjuk jöjjenek ide az ország, a különböző országoknak a főzőcsapatai, képviselői, és így teszi ez a rendezvény azt, amit ről beszéltünk, ugye, hogy olyan legyen, mint Bajának a halászlé, Fehérvárnak a lecsó, egy nagy találkozás, egy közös együttünneplésnek a lehetősége.